Magyarországon egy átlagos évben mintegy 600 ezer tonna almát szüretelnek le. Miután tavaly tavasszal, fagyok nyáron pedig hosszantartó aszály nehezítette az érést, a termelők már augusztusban tisztában voltak azzal, hogy jókora termés csökkenés következik be. Ősszel ráadásul a folyamatos esőzések miatt sok helyen akadozott a betakarítás, így az elmúlt évekhez képest csupán fele annyi almát hozott az idei szezon. Ezt a feldolgozó ipar rövid távon nem tudja lekezelni, ilyen mennyiségű importot a szezonban nem tud bonyolítani, különös tekintettel arra, hogy mindenhol Európában az átlagosnál gyengébb volt az alma termés a tavaszi fagyok miatt. Ebben az évben, mármint 2020-ban ezáltal a feldolgozók egy 50%-os kapacitás kihasználáson működtek, ami azt vonja maga után, hogy jelentősen emelkedik a gyártás költsége, hiszen egy viszonylag jelentős fix költség tömeg fele annyi termésre, fele annyi feldolgozott mennyiségre esik, mint amire azt az üzemet létesítették. Ez nyilvánvalóan rontja a feldolgozó üzemek versenyképességét, hiszen magasabb önköltségű termékkel kell beszállniuk a piacra. Apáti Ferenc hozzátette, az étkezési almák mennyiségében jelentkezett kisebb mértékben a visszaesés, a népszerű Jonathan és Golden fajtákból átlagos mennyiséget termeltek. Ezek jellemzően nem is kerülnek sokkal többen, mint az elmúlt években, a nemesebb és érzékenyebb fajták kilogrammunkénti ára azonban akár 1000 forintot is megközelíti. Mivel az elmúlt egy évtizedben nem volt tapasztalható ilyen gyenge termés, így jelentős mennyiségű árcsökkenés a következő hónapokban sem várható. Az, hogy a következő hónapokban lesz-e változás, az két dolognak a függvénye nagyon erősen. Az egyik az, hogy hogyan alakul az alma tárolhatósága, lesz-e valamilyen időszakban, ez általában a február-március szokott lenni, egy pánik kitárolás a nagymértékű romlás miatt. Jelen pillanatban ez nem belátható, hogy ez február-március magasságában bekövetkezik-e. Ha lesz egy pánik kitárolás, az értelemszerűen egy kínálati hullámot eredményez, ami időszakosan mérsékelheti az árakat. Szintén jelentős hatással lesz az árakra az, hogy a jelenlegi, az átlagosnál 20-40%-kal visszafogottabb kereslet meglódul-e, megindul-e az élet az alma piacon. Ha a kereslet fokozódik, az felfelé húzza az árakat, ami ebben a helyzetben azt jelenti, hogy ennél drágább már nem lesz az alma, csak kitart ez a jelenlegi árszint. Ha viszont továbbra is folytatódik ez a nagyon renyhe kereslet, akkor az megint az árak csökkenése irányába hat. Az árat az alma esetében is a kereslet-kínálat aránya határozza meg, így a későbbiekben még akkor is várható némi mérséklődés, ha április után a szezonális gyümölcsöknek, úgy mint a szamócának, a cseresznyének és a kajszibaracnak jó termése lesz. Ilyenkor ugyanis ezek iránt megnövekedik a kereslet, míg az almát kevésbé vásárolják az emberek. A termelők és a feldolgozó iparban tevékenykedők egyaránt abban bíznak, hogy az idei év ellensúlyozza a tavalyit, hiszen a hazai alma iránti kereslet az elmúlt években folyamatosan növekedett a vásárlók körében.